Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható jövő héten, augusztus 1-ig, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Az első kártyáknak mindig van egy fontos jelentése. Itt látható a háttérben a lilium, és az utal tisztaságra, ártatlanságra. Itt kell valamit tisztázni. És itt ez a madár szimbolizálja a büszkeséget, tehát legyen meg a büszke tartásod. Itt meg lesz a mozgás, vagy egy férfi közeledik hozzád. Lesz egy levél a szerencsédhoz, hiszen ez a kislány ott tartja a kezében a 4 levelű lóherét. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, ha egy férfi, akkor ez a kép szimbolizál téged. A feletted lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Ez a férfi, a lelki társad gondol rád, de még úgy fogva érzi magát, vannak félelmek, de hamarosan eltávolítják ezt az egerek, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak mindent, tehát eltűnik ez a korlátozás, és átteszi ő magát a félelmeken. Nem csak rá vonatkozik ez a torony, hanem rád is. Amit még a torony jelenthet, azok hivatalos dolgok, lehet, hogy onnan jön egy levél, vagy egy dokument, ez lehet egy bírósági ügy is, de ez véget ér, hiszen az egerek ezt eltávolítják. Mögötted megjelenik itt ez a horgony, és annak 2 jelentősége van. Végre lehorgonyozni valahol. És ez utal erre a párkapcsolatra, hiszen itt megjelenik a lelki társad. Ő keresi veled a kapcsolatot, erre utal ez a gyűrű, hiszen visszatér hozzád, szeretne veled beszélni, és itt lesznek változások. Alatta van ez a kígyó, és ez jelent egy hölgyet, ő lezárja ezt a kapcsolatot, erre utal ez a koporsó, aminek szimbolikus jelentése van. Ez a nő gyakran megbántotta őt, hiszen itt vannak a fájdalmak, de ő túltette ezen magát. Ami még várható a napokban, az egy tanulás, egy spirituális terület, hiszen itt van a csillagkép, itt változik valami, és amire még számíthatsz, hogy valami útban van hozzád. Itt lesz ez a mozgás. Persze ez lehet sport vagy autó is, de egy másik férfi is. Valaki a családból vagy a rokonságból, hiszen ez a ház utal a szülői házra is, vagy családi kapcsolatokra. Amit még ez a ház jelenthet, a te otthonod, itt megújítasz valamit. Lehet egy költözködés is, mert a ház kapcsolatban áll a gólyával, és a gólyák gyakran költözködésre utalnak, és akkor ez a levél jelenthet egy dokumentumot, egy szerződést is, egy adásvételi szerződést, és itt látható ez az ingatlan. Esetleg egy örökösödési ügy, hiszen ez a ház kapcsolatban áll ezzel a koporsóval is. Visszatérve erre a horgonyra, ez jelenti a munkát is. És mivel itt van ez a kislány, ez utal egy új kezdetre. De visszatérve erre a horgonyra, ez szimbolizálja a munkát, a hivatást is. És mivel itt van ez a kislány, és összeköt téged ezzel a kártyával, itt lehetnek újdonságok, vagy egy új kezdet, például egy spirituális terület, munka otthonról, vagy valaminek a megalapozása. És most megtekintjük a kártyákat itt fent jobb oldalon. A halak
pénzügyi dolgokra utalnak. És ez a hegy azt jelenti, itt vannak még nehézségek, és ez a ravasz róka utal hamisságra. Az lehet, hogy valaki becsap téged, vagy szeretne téged anyagilag kihasználni, holott a halak jelentik a belső értékeket is, és az lehet, hogy valaki nem értékel téged úgy, ahogy szeretnéd, és itt vannak még gondok. De itt látható ez a hölgy, a kezében van a kulcs, és az utal arra, hogy légy magabiztos. És ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség. Itt van a közelben a nap, ez sikereket hoz, és itt látható a szerelem istennője, a kezében ez a lángoló szív, tehát a szerelmi élet területén tisztázódik valami. A hamisságok, a nehézségek a háttérben, azok elmúlnak, és itt lesz újra ez az életerő. De jelenleg még vannak olyan pillanatok, amikor erőtlennek érzed magad, hiszen az egerek elveszik az erőt is, és itt kell ez a magabiztos fellépés, gondolj mindig erre a kulcsra, és ügyelj arra, hogy másoktól megkapd a megbecsülést, hiszen ezt megérdemelted. Mert a halak utalnak a belső értékekre is. Ennek a keresztnek egy fontos jelentősége van, hiszen befolyásolja a sorsodat, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy a sors utadon elérkeztél most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Nem csak rád hat, hanem erre a férfire is. Jelenleg még minden olyan bizonytalan. Itt a hold is arra utal, hogy még minden olyan titokzatos. Ez érezhető ugyan, de még nem látható. És itt a szerelemről van szó. De hamarosan kitisztul itt valami. Augusztus hónapban még itt van ez a hamisság a háttérben. Nem a lelki társadat illetően, hanem ami a környezetet illeti, vagy valaki, aki pénzt akar, vagy becsapja őt, vagy becsap téged. Szeptembertől változik a helyzet, hiszen ez a fa szeptember hónapot jelent. És itt lesz egy új kezdet, kiderül az igazság, hiszen a nap láthatóvá teszi ezt, és itt megvan az ártatlanság, ahogy ez a gyermek mutatja, és a remény, hiszen ez a hajó szimbolizálja a reményeket. Nem csak ezt, hanem külföldi kapcsolatokat, utazásokat, vagy egy belső utat, egy lelki utat mély érzelmekkel, és ez a hajó, a sors út, a szerelem és az életerő itt egy vonalban van, és ez szerencsét hoz, ez már most is érezhető, de a sorsdöntő változások, egy új kezdet az szeptembertől várható. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rák!